lehetőségük lesz a diákoknak a legújabb robotokat programozni, majd ki is próbálhatják azokat. Ezzel foglalkozunk a mai esti mérlekben. Szeptembertől startol az új robottechnikai labor az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karán. Most még így néz ki az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karának leendő robottechnikai laborja, és azt szeptembertől már birtokba is vehetik a diákok, azoknak, akik robotokkal foglalkoznak, magas szintű elméleti és gyakorlati tudással kell rendelkezniük, és mint azt Cserpalkovics András polgármester mondja, ezt a tudást az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karán meg is kaphatják a hallgatók. Az önkormányzat közel 56 millió forinttal támogatja a központ létrehozását. Fontos látni, hogy a fehérvári ipar az a világ legkorszerűbb robottechnológiájával dolgozik ma már. És a fehérvári felsőoktatás mostantól a világ legkorszerűbb robottechnológiáját fogja oktatni. Ezért nem kell menni a világ másik végébe, hogy valaki ezt tanulja, vagy adott esetben ilyen munkahelyeken dolgozzon, hanem ez itt van Székesfehérváron. De ehhez ezt a robotrendszert és robotlaborrendszert létre kellett hoznunk. Ezért volt fontos, hogy a Hanon támogatásával, a robotokhoz való hozzájutás segítésével és az egyetemnek az ismételt együttműködésével és szerepvállalásával ki tudjuk alakítani ezt a robotlabort itt az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karán. Most már itt vagyunk a helyszínen, ahol ez meg fog történni a következő hónapokban. Természetes volt, hogy a város emögé állt és költségvetési támogatásban is részesíti ezt a beruházást. Ez a jelenről és a jövő egyaránt szól a diákról, a hallgatóról, de a felnőtt oktatáson keresztül szól a ma szakembereiről is, az ő átképzésükről. Tehát a polgármester úr aztán ennek kapcsán mondta, ugye, hogy amit a humán erőforrásba fektetnek, az maga az érték ezzelhez kapcsolódóan. Valóban így van. Azt gondolom, hogy a robot önmagában nem fogja az embert kiváltani, csak másfajta, más tudással, kompetenciákkal rendelkező emberek fognak ezekkel a robotokkal dolgozni. Magasabb jövedelmekért, magasabb egzisztenciáért. Ezt is azt gondolom, hogy érdemes látni és nézni akkor, amikor például néhány héttel egy felsőoktatási jelentkezés előtt egy-egy családban eldől, hogy az egyébként például műszaki pályára készülő gyermek hova adja be a jelentkezést. Itt ma Székesfehérváron hozzájut ehhez a korszerű világszínvonalú tudáshoz, és utána pedig várja az a munkaerőpiac, ami ugyanezzel a világszínvonalú technológiával nagyon korszerű termékeket előállít. De azt is fontos elmondani, hogy az egyetem azzal a döntéssel, hogy kutatást is idehoz, egy kutatóközpontot is idehoz Székesfehérvárra a robot technológiával összefüggésben, abban is segítséget nyújt a városnak és a gazdasági szereplőknek, hogy megoldjon problémákat ezzel a fajta iparral kapcsolatban, hogy a felvetődő gyakorlati kérdésekre is közösen találja meg az egyetem és a helyi gazdaság a választ. Szerintem ez is lehetőség, és ezt a robotlabort nem hozzuk létre, akkor ez a kutatási központ nem Fehérvárra jött volna, így viszont nagyon örülünk a mai bejelentésnek, hogy az Óbudai Egyetem ezt a gyakorlatilag robottechnikával összefüggő kutatóközpontját ezt Székesfehérvárra telepíti. És az egyik ilyen probléma az maga a munkaerőhiány, amin bátran kijelenthetjük, hogy esetleg ez javítani fog a 5-10 éves távlatban vagy tervek között? Biztos, hogy javítani fog. Ráadásul még nagyobb hozzáadott értékű, komolyabb munkákat lehet ezzel Fehérváron tartani vagy idehozni, újabb és újabb beruházásokkal is jóval magasabb jövedelmeket lehet elérni, de tudnunk kell, hogy ez nem jelenti azt, hogy nincs felelősségünk, sőt kifejezetten ez adja a felelősségünket a jelenlegi munkavállalóknak az átképzése és a továbbképzése vonatkozásában. Tehát az egyetemi képzésen túl nagyon fontos a középiskolás diákok megszólítása, és nagyon fontos a felnőtt oktatásban történő megszólítása is. A kormányzat részéről nem volt kérdés tulajdonképpen, hogy egy ilyen kezdeményezés mellé álljon, illetve támogasson egy ilyen programot, vagy hát oktatási rendszer kialakítását. Milyen anyagi összeggel támogatja a város ezt? Közel 56 millió forintot biztosítunk ennek a központnak a létrehozására, ugye a helyet az egyetem biztosította, a hely belső kialakítását vállalta az önkormányzat, a Hanon pedig hozza azokat az alaprobotokat, amelyeken majd az oktatás meg fog történni, és ami szintén nagyon fontos, hogy az egyetem pedig hozzáteszi azt a tanári bázist, aki pedig ezt oktatni fogja az elmélettel, gyakorlattal egyaránt, úgyhogy az önkormányzat
ezzel a forrással járul hozzá ez a beruházáshoz, nem elfelejtve, hogy ez abszolút befektetés. És azt kell mondjam, nem csak a jövőnkben, hanem gyakorlatilag már a jelenünkben is. Györök György dékán a város és az egyetem évek óta tartó együttműködését példaértékűnek nevezte. Kiemeltem, az új központban 3 robotot helyeznek majd el, 2 iparit és 1 oktatási robotot. Ez utóbbit az egyetem saját költségvetéséből finanszírozzák majd. A kitűzött célok között egyebek mellett szerepel a robottechnikai tanszék működtetése is az egyetemen. Meggyőződésem, hogy egy egyetemi kar életében az a fajta attitűd, ami a továbbfejlesztést jelenti, egy tanszék formájában nyilvánulhat meg. Tehát amennyiben az ipari megkeresés és az oktatás mennyisége és minőségi nagysága olyan, akkor feltétlenül az oktatást egy tanszékkel is meg kívánjuk erősíteni. Mit jelenthet ma a robottechnika vagy a robottechnológia a diákok számára, természetesen a jövőt illetően? Robottechnika természetes kimenete a már most is oktatott tantárgyoknak, informatika, villamosmérnökség, automatika, fizika. A robottechnika olyan pragmatikus megvalósulása a mérnöki tudományoknak, amely ipar számára fontos kereset és a hallgatók elhelyezkedési esélyeit, illetve alkalmazási valószínűségét növeli. Néhány szót ejtsünk a duális képzésről is. Ha jól emlékszem, 170 vagy 177 hely van most jelenleg. Mit jelent ez a diákok számára? Azért ez 3 évvel ezelőtt indult el körülbelül, tehát most már azok a diákok, akik végeznek, tulajdonképpen már valamelyikőjük munkába is állhat. Mennyiben segíti ez a diákokat majd a jövőre nézve maga a duális képzés? A duális képzés mindig is azt hangsúlyoztuk, és meggyőződésünk szerint is gondoltuk, hogy egy olyan speciális viselkedést, megközelítést ad a nálunk végzett műszaki mérnök hallgatóknak, akik az ipari tudást, az iparban fontos tudást nem gyár kerítésen belül szerzik meg, hanem már egyetemi éveik alatt megkaphatják. Ez a duális központ, illetve a robottechnikai központ egész pontosan ezt erősíti meg, tehát az a robottechnikai képzés, amit az ipar megfogalmaz és elvár, az ilyen módon része a duális képzésnek, illetve a nappali képzésünknek is. Tík József az egyetem regionális fejlesztési ügyekért felelős rektorhelyettese nagyra értékelte Székesfehérvár önkormányzatának felelős gondolkodását. Nagy segítség az önkormányzatnak a 55 milliós támogatása, és nagy segítség az, amit a cég ad a tényleges robotokkal, és természetesen az a tudás, ami kell ahhoz, hogy ezeket a robotokat használni, programozni tudjuk. Itt a tudásról tulajdonképpen 2 dolgot értek. Egyrészt az a szakmai tudás, ami a programozáshoz szükséges, másrészt pedig az a tudás, amivel módszertanilag meg tudjuk tanítani a fiatalokat arra, hogy lehetőség szerint gyorsan, lehetőség szerint jó minőségben sajátítsák el ezeket az ismereteket. Ön azért napi szinten kapcsolatban van a diákokkal, ugye, mint oktató. Mi a visszajelzés, mi a tapasztalat a diákok részéről? Mennyire nyitottak, és mit gondolnak erről a hatékony fejlődés? Ugye mi egy műszaki jellegű egyetem vagyunk. A nálunk lévő diákok rendkívül érdeklődőek, és rendkívül nyitottak a technikai fejlődésre. Tehát ha olyat tudunk mutatni számukra, ami érdekes, ami egy modern, előremutató, mondanám azt, hogy amit a YouTube-on látnak, meg máshol a világban látnak, ha ilyet tudunk mutatni, akkor nagyon sok energiát hajlandóak bele investálni, ahhoz, hogy megismerjék, ahhoz, hogy elsajátítsák a használatát, programozását. Tehát ilyen szempontból nekem nagyon pozitív a visszajelzésem. Ezzel az oktatási módszerrel ön szerint mennyire lesz még népszerűbb maga az egyetem itt Székesfehérváron? Mennyire vonzza ide majd a diákokat? Én biztos vagyok benne. Ahogy említettem a beszédemben is, a mi egyik szlogenünk az, hogy a jövőd itt kezdődik. Ez a technológia, ez valóban a jövő, illetve bizonyos értelemben már a jelen. Ha belegondolunk, azok a hallgatók, akik 2018. szeptemberében ide felvételt nyernek, 2021-ben, 22-ben fognak végezni. Akkor viszont már mindenhol robotok lesznek, tehát pont nagyon nagy felvevő piaca lesz azoknak a szakembereknek, akik itt ezeket az ismereteket elsajátítják. Karikó Zsolt arról beszélt, fontos lenne, hogy a hallgatók már az egyetemen megkapják azokat a képzéseket és gyakorlati tapasztalatokat, melyekkel az életben a vállalatokhoz kerülve boldogulni tudnak. Székesfehérvár az ország második legiparosodottabb régiója, alacsony a munkanélküliség, azonban a helyi cégeknek munkaerőre, illetve annak részbeni kiváltására van szükségük. Ez az együtt gondolkodás, ez a beszélgetés, ez valamikor a múlt nyáron vetődött fel először,
akkor találkoztunk egy közös rendezvényen dékán úrral és a polgármester úrral, és kezdtünk el beszélgetni a fehérvári munkaerőhelyzetről és annak a kihívásairól, és ott vetődött fel, hogy ezt meg lehetne esetleg másképpen is oldani. Mi is tervezünk ugye beruházásokat, a beruházásokhoz tervezünk automata megoldásokat, robotokat, és ekkor vetődött fel, hogy ennek a robot technológiának a támogatására viszont képzett munkaerőre van szükségünk. Itt kapcsolódott össze a beszélgetés, és én azt gondolom, hogy kicsivel több mint fél év után az, hogy itt vagyunk, és ezt meg tudtuk nyitni, ezt a robot technológiai labort, azt gondolom, hogy ez egy óriási eredmény. Köszönhető annak, hogy mind az egyetem, mind pedig a város mellé állt. Az, hogy 5-10 éves távlatban gondolkodunk, az azt jelenti, hogy amikor ez beindul, akkor eltelik még körülbelül 2-3 év, mire az első olyan diákok kikerülnek innen végzett mérnökként, akik már ismerni fogják ezeket a technológiákat. Viszont körülbelül az lesz az időpont, amikor Fehérváron elkezd fölfutni az automatizálás, elkezd fölfutni a robot technológiának a szélesebb körű használata. Ez viszont azzal kell, hogy kiegészüljön, hogy ezek a cégek az első robotok megvétele után problémákba fognak ütközni, mint ahogy mi is problémákba ütköztünk. Ezeknek a problémáknak a kiküszöbölésére lehet az egyetemet használni, lehet ezt itt kialakított tudásközpontot, kutató hátteret használni, és azt gondolom, hogy az 5-10 éves távlat majd ennek az elérésére ez fontos, hogy amikor nagyon sok és elterjedtebbé válik ez a robot technológia Székesfehérváron, egy olyan hátteret tudjon biztosítani az egyetem, mint szakemberben, mint kutató gárdában, akik ezeket a problémákat is meg fogják oldani az ipar számára. Tehát akkor ehhez kapcsolódóan pedig ugye a vállalatoknak, mint tudjuk, valóban nem tesz jót a munkaerőhiány, de akkor ennek az eredményeképpen, ennek az oktatási rendszernek az eredményeképpen a közeljövőben, vagy hát ahogy ön is fogalmazott, 5-10 év múlva már azért tényleg nagy eredménye lesz, és visszaszoríthatjuk ezzel a munkaerőhiányt valamennyire? A munkaerőhiányt azt nem fogjuk tudni visszaszorítani, hiszen azt szerintem fenn fog állni az elkövetkezendő években. Azt tudjuk megoldani ezzel a technológiával, hogy ki tudjuk váltani az olyan munkahelyeket, ahol nem hozzáadott érték aránya túl magas. Mondok egy példát. Jelen pillanatban nagyon sok olyan gép üzemel, nem csak nálunk, a mi vállalatunknál, hanem általánosságban, Székesfehérváron, de az országban bárhol, ahol a munkaerőnek nincs más dolga, mint betenni egy alkatrészt, kivenni egy alkatrészt egy gépből. Ennek a hozzáadott értéke nagyon alacsony. Ezeket a munkahelyeket kell elsősorban kiváltanunk ezekkel a robotokkal, ehhez kell háttér, ehhez kell támogatás. A bővülést pedig úgy fogjuk tudni megtenni, hogy a rendelkezésre álló munkaerőt át fogjuk csoportosítani olyan munkákká, ahol a hozzáadott érték magasabb. Több pénzt fogunk tudni adott esetben fizetni, ez mindenkinek természetesen a munkaerő piac alakulásának is jót fog tenni, viszont ki tudjuk váltani. Egy robot alkalmazása a multinacionális cégeknél, akik három műszakban dolgoznak, három jelenleg ott lévő munkás tud helyettesíteni, ami azért nagyon fontos, hiszen ezek a robotok tudnak dolgozni folyamatosan. És ezzel nem azt mondjuk, és senki nem arra vállalkozik, hogy most elbocsátásokat tegyen meg, vagy leépítse a munkaerőt, egyáltalán nincs erről szó. Mindenkire szükségünk lesz, sőt, még ennél több emberre is szükségünk lesz, főleg az elkövetkezendő években, mint ami most van. De ahhoz, hogy növekedjünk, ahhoz, hogy tudják a cégek növelni az árbevételüket, tudjanak új beruházásokat végrehajtani, új termékeket idehozni, ahhoz mindenképpen ez a technológia szükséges. Ezt vegyesen kell használnunk, ahogy elhangzott az előadásokból is, hogy szeretnénk kollaboratív technológiák felé nyitni, ahol az ember és a robot együtt tud dolgozni. Ahogy említettük, három robottal megpróbáljuk lefedni a nagy részét a piacnak. Ők a legnagyobb robotgyártók, ma a robotszállítók a piaci szegmensekben. Ezek a robotok jelen pillanatban az iparban ipari robot munkát végeznek, nem kollaboratív technológiával vannak ellátva.
Azt gondoljuk, hogy ezeknek a robotoknak a megtanulása elsősorban a legfontosabb. Tervezzük egyébként, hogy ki fogjuk egészíteni ezt a három robotot valamikor a jövőben, csak ahhoz majd egy kicsivel több helyre is szükség lesz, egy olyan kollaboratív robot megoldással, ami szintén kezd az iparban egyre inkább elterjedni. Ezek a robotok nagyon sokfajta munkát végeznek, általában alkatrészek megfogásával, behelyezésével, kivételével foglalkoznak, festésre használják ezeket a robotokat, de igazából az anyagmozgatás a fő profiljuk. Mi is erre szeretnénk őket használni, megmunkálógépek, összeszerelő sorok mellett fognak ezek a robotok dolgozni, és alkatrészeket fognak ki, illetve be tenni ezekbe a gépekbe. A kollaboratív technológia, amiről említett és volt az előadások során, az pedig a következő lépés lenne, amikor akár két robot tud egymással dolgozni, vagy pedig, mint ahogy említettem, ember és robot tud egymás mellett dolgozni. Az Óbudai Egyetem Alba Régia Műszaki Karának új robottechnológiai laborját a mehatronikai mérnök, illetve a gépészmérnök hallgatók is használatba vehetik szeptembertől. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg, de ne kapcsoljanak el sehova, tartsanak velünk továbbra is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!